Sziasztok, jó reggelt mindenkinek, és ismét péntek van, utolsó adás a héten, de most nem csak georgpolitika, hanem Dani georgpolitika ismételten. Megjött újra Dani az Egyesült Államokból, és gondoltam, akkor fontos témákról beszélgessünk. Ugye Zelenszkij éppen az Egyesült Államokban van, nagy hatótávolságú rakétákat kért, repülőgépeket kért, sőt a Pentagonból egy okos tojás azt mondta, hogy foszforbombákat kellene adni az ukránoknak, ugye fehér foszfor, nagyszerű dolog, tehát hogy eleven elégetni az ellenséget. Úgyhogy hogy áll most a dolog, hogy viszonyult az átlag amerikai ahhoz, hogy Zelenszkij ott járt? Ugye tudjuk, Trump először akart vele találkozni, aztán nem, aztán most mégis akar, ez a legfrissebb hír ma reggelről. Köszönöm, hogy itt lehetek ismételten. Hát jó, itt vagy. Szóval az Egyesült Államokban elég érdekes dolgok vannak, hiszen már erről beszéltünk azért hetekkel ezelőtt, ugyebár azt mondták, hogy Joe Biden, ő a mindent vívő Jolly Joker, Unóba plusz négyes játékos. Ennek ellenére most Joe Biden úgy egy kicsit le van tekerve a hangerő Joe Bidennek. A másik fele pedig az, hogy Joe Biden elmondta, hogy ő nem fog pilótákat adni, nem lesznek kiképezve, nem fog adni repülőket, nem lesznek nagy hatós távolságú rakéták. Na ennek ellenére ez most megváltozott tegnap meg tegnap előtt folyamán. És akkor az a kérdés, hogy most vagy Joe Biden nem mond igazat, vagy nem állja a szavát, vagy pedig más irányítja hátulról a játékot. Hát, én a harmadikra tippelek, és most már azt is látjuk, hogy az Egyesült Államok az Egyesült Államok vezetése az megint nagyon okosan lépekedett a sakjátszmába, mert most már nem csak az Egyesült Államok adófizetői pénzét mossa ki politikai célra és katonai célra, hanem az Európai Unió pénzét is, hiszen Ukrajna az nem NATO tag, nem EU tag, és ennek ellenére az összes pénz oda megy el. Szóval nagyon jó játszik, hát nem véletlenül az Európai Uniós politikusokat azért tudjuk, hogy ki pénzelte oda, és ezeket a lépéseket teszik. Hiába nem logikus ez a lépés, meg mi nem ezt szeretnénk, de ezek a lépések vannak. Ha még egy, amit hozzá szeretnék fűzni, hogy most USA-ban, ugyebár most pontosan nem fogom tudni elmondani, hogy melyik az első pont, a második, harmadik, negyedik, ötödik, de nem az a legfontosabb pont az első ötben, hogy az abortuszról beszéljenek, hanem az első pont az az, hogy nekem én izé vagyok, én McDonald's vagyok felszolgáló, nekem csak az a lényeg, hogy ne dobjanak ide bombát, meg működjön a munkahelyem. És érdekes módon most az elmúlt másfél-két hétben megint visszajött ez az ukrajnás háború, és megint elkezdtek róla az emberek beszélni, ugyebár Putyin most megmondta, hogy most már jó lenne, hogyha a nyugat leállítaná magát, mert idáig minden szerződést felrúgott, és a nyugat megy Oroszország fele. Most hiába lehet rólunk mondani, hogy most orosz pártiak vagyunk, nem, de tehát ez a helyzet. Ez egy tény. Na most innentől kezdve, hogyha egy bizonyos vörös vonal át lesz lépve, és most már látjuk, hogy az ukránok nem azokat a területeket lövik, amiket tőlük elvettek, hogy visszavegyék, hanem orosz területeket lőnek. Ráadásul külföldi fegyverekkel, ráadásul a külföld, tehát a nyugat is beleegyezik abba, hogy ezeket a fegyvereket ott felhasználhatják. Innentől kezdve Oroszország azt fogja mondani, hogy akkor most már nekünk is lépni kell. Tehát most már az emberek az úgyis USA-ban is azt mondják, akik úgy foglalkoznak a választással, hogy hát most már mi nem szeretnénk, hogyha háború legyen. Nekünk ebből már nincs hasznunk, mi ezt nem akarjuk, mi azt szeretnénk, hogyha minden működne. De annyira rossz az Egyesült Államok gazdasága, hogy ezt nem lehet, ezt hiába lesz Donald Trump az elnök, ez nem fog egy hét alatt megváltozni, sőt, én azt mondom, hogy talán 6 hónap alatt, de sem. Lehet, hogy 1-1.5 év kell hozzá, hogy azt a gazdaságot összetegyék. Hát igen, nyilvánvalóan ezért is fontos, hogy az európai gazdaság pedig gyengüljön folyamatosan. Tehát ugye nyilván olvastad, hogy készítettem egy interjút Mária Zaharovával is, ő is pont ezt mondta, hogy Németország igazából teljesen behódolt az Egyesült Államoknak, alárendelte magát gazdaságilag, felbontott minden szerződést Oroszországgal, ezzel igazából lábon lőtte magát nagyon súlyosan, és ugye minél gyengébb Európa, Amerika annál jobban tud erősödni, tehát nyilvánvalóan amerikai érdekek mentén politizálnak Berlinben, Brüsszelben, ugye hát Brüsszelben legfőképpen, és hát ugye az európai állampolgároknak az adócentjeiből is körülbelül 100 milliárd euró, ugye amerikai fegyvergyártó és lőszergyártó cégekhez vándorolt, ami ment Ukrajnába, tehát nem véletlen, hogy Németországban is 67 milliárd eurós költségvetési hiány van, amivel a kormány ott próbál zsonglőrködni, próbálja betömni, de azért még mindig adjunk egy keveset az ukránoknak. Úgyhogy rossz az irány, és hát nagyon fején találtad a szöget, tehát ez már nem egy önvédelmi háború, amit Zelenszkij akar, hanem igazából nyíltan megtámadni Oroszországot, és ő ezt ki is mondta, hogy neki most az a célja, hogy az átlag orosz emberek biztonsági érzetét lenullázza,
odavigye a háborút, megmutassa az oroszoknak, hogy milyen a szenvedés, milyen a pusztítás. Hát csak ugye most finom hangulás volt a nukleáris doktrinával, és Putyin elnök úr bejelentette, hogy igazából akár egy megelőző csapást is mérhetnek arra az országra, hogyha a katonai titkosszolgálatnak van arról információja, hogy akár konvencionális fegyverekkel meg akarják támadni Oroszországot, vagy meg akarják támadni Beloruszt, nem is beszélve arról, ha egy NATO ország, itt mondjuk aki atomhatalom, mondjuk Nagy-Britannia vagy Franciaország, nagy hatótávolságú rakétákat ad az ukránoknak, az ukránok megtámadják Oroszországot, azzal automatikusan az az ország, aki ezt a fegyvert adta, és az engedélyt a támadásra hadviselő féllé válik, és nukleáris csapást lehet mérni rá. Tehát igazából itt van a nukleáris háború ante portas, tehát amiről például Szijjártó miniszter úr is mindig beszélt, lépésről lépésre alattunk, és most már itt állunk a küszöbön, már csak azt kell mondani, mint a vámpíroknak, please come in, gyere be, és akkor megkapjuk a gomba felhőt, amit úgy látszik, hogy nagyon sokan szeretnének Brüsszelben meg Washington DC-ben. Persze, itt most azt mondom, hogy jó reggelt kívánok mindenkinek. 2020-ban, amikor volt a választás, erről csináltam egy videót, hogy ez lesz. Tehát égni fog idézőjelbe a föld, hogyha Joe Biden lesz az elnök, és azt is tudni lehet, hogy a Közel-Keleten is az Egyesült Államok azért elég keményen benne van abban, hogy mind a kettő oldalnak azért ad mind pénzt, mind fegyvereket, hogy káosz legyen a Közel-Keleten. Most lesz októberben az, hogy már nem kell az Egyesült Államok dollárját használni olajvásárlásnál. Na most ezt nem tudjuk pontosan, hogy mit fog hozni. Akár ez nagyon jó is lehet Magyarországnak, nem tudjuk még pontosan. De egy biztos. Most a politikában már hónapok óta világháború van a politikában. Na most láthatjuk azt, hogy ezt egy úgy kell elképzelni, hogy van a föld, és a föld körül van egy érhálózat. Itt szállítják a dolgokat, Kínából, mindenhonnan, innen-onnan. Hogyha ezt a hálózatot elkezdik megbénítani bizonyos szorosoknál, bizonyos átkelőknél, akkor nagyon sok helyre nem fog eljutni áru. Na most idáig az országok lehet, hogy más politikai rendszerben voltak, más politikában gondolkodtak, de ezt a határt soha nem lépték át. Nem volt az, hogy nem szállítottak egymásnak. Az egy ilyen egy olyan mondott dolog volt, hogy ebben nem fognak beleszólni. Igen, Suezi csatorna nyitva, Panama csatorna nyitva, tehát a szabad áru áramlás. Igen. Na most innentől kezdve, hogy ezek a csatornák, meg most már látjuk, hogy azért mi van ott a Közel-Keleten is, ezeket az áramlásokat szépen lassan politikai célra használják fel, és ezzel az emberek igazából nem tehetnek, tehát te meg én, akik fizetjük az adót, mi nem tudjuk pontosan, hogy hova megy a pénzünk. Na most innentől kezdve, hogyha ezek a csatornák meg fognak szűnni, vagy esetleg le fognak lassulni, olyan infláció lesz, hogy az emberek nem azon fognak könyörögni, hogy nem tudnak fűteni, hanem nem fognak tudni mit enni, nem fogják tudni kifizetni ezeket a dolgokat. És most nem viccelek. Tehát ha láttuk az Evergreen hajót, ami ugyebár ott az egyik csatornában megállt hetekig. Ki bizony a Suezi csatornát igazából letorlaszolta. Igen. Na most ez is kérdés, hogy pontosan mi történt, kapitány direkt volt, nem direkt volt, vagy de mondhatjuk tesz. Pontosan. Tehát mondhatjuk azt, hogy olyan érdekes összefüggés, hogy ez megtörtént, és pár évvel később pedig pont ezekkel zsarolnak minket. Na most, ha ez a dolog leáll, akkor innentől kezdve ez a lánc, ez elszakad. Csak egyféleképpen lehet ezt a láncot életben tartani, hogyha az oroszok északon, a Selyem úton, esetleg fönt az északi tengeren, az északi óceánon, vagy nem is tudom, hogy mondják magyarul, ott elkezdik ugyebár elvinni a dolgokat. Északi éges tenger. Igen. Na innentől kezdve eleve az eljutása a termékeknek rövidebb lesz időben, sokkal olcsóbb lesz, viszont az oroszokat nem lehet megállítani. Na most a nyugat azzal játszik, hogy mindent átfogadni az oroszok kezébe, hogyha itt ez a nyugati politika ebbe az irányba megy, akkor az oroszok meg fogják azt a lépést tenni, és minden ország abba az irányba fog menni, olcsóbban kap energiát, olcsóbban kap terméket, sokkal gyorsabban oda fog. Tehát a nyugat saját maga alatt vágja a fát. De most, hogy közbeállok, mégis vannak a tervek erre Iránnal például. Ugye az áruk például Kínából, Tajvánról, Indonéziából elmennek Bandar Abbasba, ugye a Perzsa-öbölbe egy nagy kikötőpont szembe az arab emirátusokkal, ott a konténereket vasútra teszik, elviszik a Kaszpi-tengerig, ugye, ami Észak-Iránban van, és szomszédos Oroszországgal, újra hajóra, Kaszpi-tenger át Oroszország, és onnan pedig viszik tovább a konténereket, és hajókra teszik a Fekete-tengeren, és irány a Földközi-tenger, Atlanti-óceán, Északi-Éges-tenger, ahova éppen ez az áru szállítandó, és kiszámolták,
40%-kal lerövidül az út, sokkal kevesebbek lesznek, kisebbek lesznek a költségek, viszont Oroszország és Irán hatalmasat fog szakítani, ami azért nagyon fog fájni ugye Egyiptomnak, hiszen a szuezi csatorna az igazából a fő ütőere jelenleg ugye a hajózási kereskedelemnek. Hatalmas bevételeket és csinálnak. És igen, látjuk, igen. Ha ott megakad, vagy látjuk, hogyha például Hormuznál gázok vannak, ugye, vagy mikor az Anzar Allah-ról a huszik ugye elkezdték rakétázni a hajókat, akkor már, hogy milyen fennakadások voltak, még megkerülték inkább Afrikát, ugye januárban jártam ott a jemeni partoknál, és láttam, hogy alig mentek hajók, a Merckx-nek mentek a hajói, mert valószínűleg a Merckx cégű fizetett valamit persze. Az Anzar Allah-nak, hogy őket ne lőjék, de hát a többi hajó megelindult, persze. Igen, a jó reménység fokának. Tehát több 13 mint, nappal hosszabb, hosszabb az út, és mennyibe kerül, ugye hány millió liter dízelt égetnek akkor a hajók, amikor megkerülik, ugye tényleg ilyen óriási hajókonvojok mentek Dél-Afrika fele. Na most ezeken a hajókon több ezer konténer van. És azáltal, hogy tehát nem csak az, hogy égetik az üzemanyagot, a biztosító társaságok azt mondják, hogy 13 nappal hosszabb az út, tehát a biztosítás is sokkal drágább, igen. Na most láthatjuk, én azért szoktam autót beküldeni az Egyesült Államokba, és látom azt, hogy a konténerekre a biztosítás az most már mennyivel megemelkedett, különben most nagyon kevés konténert küldenek be Magyarországra, ilyet Európába is most már USA-ból, mert az embereknek nincs pénzük, nem küldözgetnek dolgokat. És akkor még egy dolog, hogy amit itt meg kell jegyezni, hogy semlegesnek kell lenni politikában is, és áruforgalomban is, vagy nem is tudom, hogy mondják, és gazdaságban. Mert hogyha egy ország csak leköti magát az egyik irányba, vagy a másik irányba, akkor onnantól kezdve csak onnan fog tudni vásárolni, politikailag befolyásolható. Ha nincs energia, ha nincs olcsó energia, akkor azon az országokban a termelés a sokkal jobban lelassul. Tehát mondom, itt ezt szoktam mondani mindig, és már elmondtam egy párszor, nem az lesz a gond, hogy az emberek nem tudnak fűteni, nem lesz munkahelyük. Mert hogyha drága, akkor nem fognak előállítani a cégek dolgokat, és elköltöznek másik országba. Kis mondta ugyanezt? Ja, megvan, Orbán Viktor. Ja, ő mondja, igen? Igen. Hát persze, hogy ő mondta, hát igazából az energia az kulcsfontosságú, persze. Hát itt Magyarországon is, hogy a munkahelyeket fent tudjuk tartani, legyen egy növekvő gazdaság, új munkahelyek teremtése, és hát ezért is van ugye a pragmatikus politizálás, hogy mindenkivel jóba vagyunk, mindenkivel kereskedünk, nem mondjuk azt, hogy mi csak Amerikával, csak Németországgal, Kína, meg a többi az ellenség, felejtsük el őket, hát marhára nem, mert szükség van rá, mert látjuk, hogy a fejlesztések, legyen az, hogy a Fudán ide akar jönni, legyen az, hogy Kína beszállt ugye a Belgrád-Budapest vasútvonalba, ami szintén marha fontos az áruszállításnál. Tehát ez most nem olyan, hogy én most felülök a vonatra, azt elmegyek Belgrádba, azt közben hallgatok Taylor Swiftet, ja őt nem, mert Kamala Harrisra való szavazásra buzdított. Bár már múltkor annyira kész voltam a repülőn 10 óra után, hogy már meghallgattam az egyik albumát, tehát az volt a végső stádium az utazásban, de a lényeg az, hogy az áruk, amik jönnek a földközi tengerről, ugye az Adriai tengerre, ott kikötő, a kikötőből vasútra rakják, és jön Magyarországra, innen Magyarországból megy Szlovákiába, megy Ausztriába, megy Ukrajnába, megy tovább Németországba, tehát egy nagyon fontos ellátási útvonal, tehát itt nem is az utasforgalom annyira szignifikáns, hanem az, hogy a konténerek, amik érkeznek bárhonnan a világból, akár Kínából is, azok utána eljussanak európai célpontokra, és Magyarországon, ha van egy ilyen csomópont, ez Magyarországonak nagyon-nagyon komoly pénzhoz. Kína itt is egy fontos szerepet játszik, tehát a BYD-gyárról nem is beszélve, tehát aki most azt mondja, hogy csak egy irányba szabad kereskedni, hát az igazából blokkokat akar, hidegháborút akar, mert a kereskedelmi hidegháború azután kivetül a politikaira is. Úgyhogy ezt marhára nem lett, és ezért a magyar kormány nagyon jól csinálta a kereti nyitással, meg azzal, hogy csak barátaink vannak, nincsenek ellenségeink. Na most nézzük meg azt, hogy ugye Ukrajnán keresztül most nem jön energia. És mégis működik minden Magyarországon. Most nem fényezni akarok senkit, csak előre lett gondolkodva, ismételten. És amikor Orbán Viktor ezt mondta, és most nem dicsérni akarom, vagy tehát ez egy helyzet, amit meg kell oldani. Azért van ott egy elnök, azért van ott egy vezetés, hogy ezt megoldja. És nem egy fő oldja ezt meg, hanem több ezren vannak. Ez egy kiépített rendszer, több ezren vannak körülötte. Tehát amikor itt Magyarországon valaki elkezdi mondani, hogy a Petike az jöjjön és oldja meg a dolgokat, és van körülötte 8 ember, az nem fogja tudni megoldani. És pont valamelyik nap néztem, és az emberek nagyon jó, Peti, tényleg. És én nem, tehát ha van a jobbnál jobb, menjünk arra. Ha, persze egyértelmű, igen. De ha nincsen jobb, akkor nem menjünk vissza, mert ami idáig felépítettünk, össze fogjuk törni. Lehet, hogy később ezt tudjuk ragasztani, de az egy összeragasztott tányér lesz, ami nem biztos, hogy fog működni. Tehát én azért szoktam azt mondani, hogy először nézzük meg azt, hogy
Tehát nem azt kell megnézni az ember, hogy néz ki, nem azt kell megnézni, hogy milyen jó pofa, nem, tehát a fiataloknak szólok most, hanem mögé kell nézni, hogy mit tud, mit csinált, milyen emberek állnak mögötte. És amíg nem tudja felvenni a telefont és odaszólni egy országba, hogy figyelj, oda szeretnék menni, mondjuk most mondok, hogy Macedóniába beszélgetni, vagy valakivel le akarok szerződni, mert most éppenséggel az energia nem jön innen, onnan kellene egy kicsit. És azt mondják az illetőnek, hogy figyelj ide, legyen az akkor, hogy segítek. Tehát volt itt a múltban, amikor mondjuk volt a taxis blokád, vagy valami, és akkor segítettek nekünk országok, vagy valamelyik ország nem segített. Tehát nagyon fontos az, hogy politikailag hogy viszonyulunk ehhez. Tehát ez egy így mondom, egy foci mérkőzés, és hogyha 11 ember külön-külön játszik, akkor nem fogunk egybe jutni sehova. Tehát, hogyha evezősként 100 evezős van, lehet, hogy nagyon erősek, meg nagyon ügyesek, de ha valaki nem diktálja az ütemet, összeakadnak az evezők. Igen, egy jó példát csak, mert nagyon jó fejtegetés, imádom hallgatni, gondolom a nézők is, mert mindig nagyon sok pozitív kommentet kapunk. De például, amikor Magyar Péter azt mondta, hogy ő elveszi Rogán Antal miniszter úrtól az egész büdzséjét, nem tudom, az 540 milliárd vagy valami, csak most mondok egy számot, és odaadja az egészségügynek. Oké, meg lehet csinálni, csak hogy. Ugye a Rogán miniszter úrnál vannak a titkos szolgálatok, amiknek működnie kell, hogy hazánk biztonságban legyen. Ott van az egész digitális rendszer, például most ugye bevezetik a digitális állampolgárságot, tehát ott vannak az önkormányzatok, ott van a kormányablakok működése, az, hogy mi útlevelet kapjunk, jogsit kapjunk, ha lejár, egyebeket. Tehát komplett ott van minden, ezt elveszi, összeomlik a rendszer. Jó, hogy odaadja a kórházaknak, azok megvesznek belőle, nem tudom, csili-vili dolgokat, és tök jó lesz, csak éppen másrészt be fog zuhanni. Tehát az emberek meg ezt nem fogják fel, tehát ez ilyen marha hangzatos, hogy adok a kórházaknak 500 milliárdot, ja, de honnan veszed el? Tehát ez nem így működik, ja, de működik a diktátoroknál például, és utána látjuk is, hogy mi lett a diktátorok sorsa, legyen az Hitler, legyen az Saddam Hussein, legyen az bárki, tehát marhára nem lehet ezt így működtetni. Tehát összefüggések vannak a gazdaságban, és ahogy te is mondtad, ez egy szinergiában működnek a minisztériumok, a kormányhivatalok, mindenki együtt, és hát a pénzek elosztása, tehát ez nem olyan, hogy elveszek valahonnan oda adom másnak, tehát ez marhára nem működik, és az emberek az a baj, hogy elhiszik, mert fiatal, mert jóképű, jókiállású, naponta 100 selfit rakja, ami szerintem elég ego-surfing, de hát az emberek úgy látszik, ezt még kajálják, hát meglátjuk, hogy meddig, hogy ugye fog Evelyn mit fog gitárolni. Hello Evelyn, leszálltál a Kennedyn, úgyhogy igazából megérkezett ő is, meglátjuk, mi lesz belőle. Csak ahogy te is mondod, tényleg összefüggésébe kell nézni a politikát, meg a gazdaságpolitikát, tehát nincs olyan, hogy egy ember dönt valamiről, vagy 8 ember dönt. Hát azért nézzük meg, hogy miért van a világon mindenütt ekkora államapparátus, mert szükség van rá, mert szükség van nemzeti bankra, szükség van tényleg államigazgatásnak különböző szakterületeire, hogy ez az egész működjön több millió, vagy 10 millió, vagy 11 millió polgárral. Na most még egy dolog, hogy itt a fiatalokra nagyon rá kell koncentrálni. És most nem fideszezni akarok, csak mondom, hogy az, hogy Magyarország populációja fennmaradjon, mindenkinek segít, tehát mindenkit meg kell segíteni. Tehát azt csinálják a fiatalok, hogy dolgoznak, illetve tanulnak, kitanulnak valamit, és kimennek külföldre. Tehát az állam kiiskoláztatja őket, ad nekik egészségbiztosítást, megoldja, és elmennek külföldre. Egy nagyon rossz befektetés. Tehát nagyon fontos lenne az, és itt Magyar Péternek hallottam egy pár mondatát, hogy ennyi meg annyian mennek ki külföldre, meg így meg úgy. Persze többet fizetnek külföldön, más azoknak az országnak a történelme, sokkal többet lehet keresni itt vagy ott, csak nem biztos, hogy ez a lényeg. Tehát előbb-utóbb Magyarországon is meg lesz az, hogy az emberek, sőt már most is van, hogy elég jól keresnek. Tehát én most nem azt mondom, persze menjen ki valaki köművesnek, de illetve végig nem tudott köműves lenni. Tehát kimegy valaki köművesnek egy évre vagy két évre külföldre, megszedi magát, visszajön, családot alapít. Tehát nagyon fontos az, hogy egy kormány abban is gondolkodjon, hogy mi lesz majd 10 év múlva. Tehát a következő generáció, és ebben a Fidesz nagyon jól gondolkodik. Tehát én nem is nagyon tudok ilyen kormányt máshol a világon, hogy ennyire előre gondolkodnak. Most lehet, hogy ez egy vészcsengő volt nekik, hogy megnézték a számokat, és most ahogy úristen csináljunk valamit, de például ilyen politikai megszólalása, én nem nagyon tudom, hogy van bármelyik ellenzéki politikusnak is. Nincs. Folyamatosan nézzük őket, és nincs. Ellenzékbe, tehát ellenzéki politikusnak azért jó lenni, mert az ember kapja a fizetését, és semmit nem kell bebizonyítani. Csak beszélni kell. Most itt van Kamala Harris, ha most már, én most már Kamuella Harrisnek hívom, hogy ő is ígérget, és innentől kezdve látjuk azt, hogy nem tartja be. És most azt mondta, hogy jaj, most akkor ebbe az irányba kell elmenni, és Donald Trumpnak a politikáját próbálja folytatni. Ki akarja venni a szeret a vitorlából, igen. Igen, és most nagyon fontos az, hogy a médiák úgy közöljék le, most ezt így a magyar embereknek mondom, hogy egálba áll a verseny,
mert akkor elmennek az emberek szavazni. Hogyha azt mondják, hogy Donald Trump sokkal jobban áll, akkor azt mondják, nem érdekes, nem megyek el szavazni. És most már el fognak kezdődni az előválasztás, tehát a early választások. Pár álomba, igen. Akartam mondani az early volt most már. Nagyon már rossz indul, dolog, nagyon, meg kell változtatni az USA-ban levő választási rendszert. Ha Donald Trump lesz, valószínűleg meg is fogja változtatni, mert innentől kezdve lehet az, hogy bele lehet nyúlni a választásokba. És most a bevándorlók, tehát ide mondom, nem is úgy mondom őket, hogy bevándorlók, hanem akik illegálisan bejönnek az országba, az USA-ba, most már tudjuk, hogy azért nem pár millióan vannak, hanem több tízmillióan vannak, kapnak nagyon sok dolgot. Szinte szállodákban vannak elszállásolva, hozzák, viszik őket, kapnak hozzájárulást, és most már kiderült, hogyha ezek a bevándorlók vissza akarnak menni az országukba meglátogatni a családját, akkor fölrakják őket repülőgépre, visszaszállítják őket a saját országukba, eltöltenek egy pár napot, pár hetet, utána applicationon vagy ahogy kell, megírják, felszállnak ezekbe a kitalált nevű légitársaságokra, amik az USA-ban most szerepelnek, és visszarepülnek az USA-ba. Sőt, applikáció van, és a Border Patrol, tehát aki a határon van, nem is nézi meg, hogy ki az, aki jön, mert megmutatja neki a telefonját, ott a képe, ott a neve, és ki van a Border Patrolnak adva, hogy ez az ember bejöhet az országba. Csodálatos. Nagyszerű. Hát ez körülbelül olyan, mint Németországban is, hogy a szövetségi rendőrség évek óta rázza a véscsengőt, hogy azok a migránsok, akik bejöttek és arra panaszkodtak, hogy Szíriából jöttek, Irakból, innen, mert iszlám állam, mert radikálisok, meg nem tudom, meg transgender is éppen őnek akarja magát átoperáltatni Frankfurt am Mainba, azok szépen hazautaznak a nyári szünetbe a gyerekekkel, komplett az egész család hazarepül Damaszkuszba, utána megint visszajönnek, holott nem lenne szabad, mert törvény van Németországban, mondom azoknak, akik nem tudnák, ha például valaki Szíriából jön, azt mondja, ott üldözték politikailag, kap egy úgynevezett ilyen menekült útlevelet. Ez egy kék színű útlevél, német sassal, rá van írva a Bundesrepublik Deutschland Flüchtling Pass, és bele van írva a világ összes országára érvényes, kivéve Szíria, vagy kivéve Irak, vagy Afganisztán, ahonnan jött, tehát oda nem utazhat be. Na de, csak hogy ugye mit csinálnak a csozék, ők elrejtik a valódi útlevelüket. Azt mondják, jaj, menekülnöm kellett, mert közben lőttek, mint az állat, ami a csövön kifér, nem hoztam magammal a papírjaimat. Hát azért ez elég ilyen, mert itt nálunk béke van, de nálam is van egy ilyen escape case, régi jó időkből, tehát van egy diplomata táska, a széve, amiben benne van az útlevelem, születési anyakönyvi kivonatom, némi készpénz, fegyver, lőszer, ja nem, az nincs, de és lehet vele rohanni, tehát ha ne adj Isten, tűz persze, van, valami ég a ház, azt kikapom a szépből, aztán iszkirés, ott van minden dokumentum, a születési anyakönyvi kivonatomtól kezdve minden jogsi fénymásolata, tehát meg tudom mutatni, hogy ez vagyok én. Ők eljönnek, de is elrejtik a papírjaikat nyilvánvalóan, és utána így haza tudnak menni, mert van egy érvényes szír útlevelük, vagy valami, akkor még kimennek, akkor kérnek egy újat, vagy meghosszabbítják, és akkor így jönnek, mennek igazából, és hát az Európai Unión belül utazhatnak, tehát elrepül valamelyik Európai Uniós országba, onnan tovább repül, tehát nagyszerű dolgok, hogy ilyen történik, és ezt igazából pénzeli a német állam, és közben kapják a segét, és a kormány megint nem hallgat arra, amit a rendőrség mond, hogy ezeket az embereket akkor nem szabad visszaengedni, mert láthatóan mégsem üldözték őket, és miért kellene ezeknek életük végéig ugye súlyos összegeket fizetni. Na most itt arra tudom visszakanyarítani a dolgot, hogy amikor volt ez a Black Lives Matter az USA-ban, akkor a rendőrök nem az, hogy nem hallgattak, tehát nem az, hogy nem csinálták a dolgokat, hanem meg volt nekik mondva, hogy ne csinálják a dolgokat. Tehát a Black Lives Matter-nél is volt olyan, hogy ugye már azt hiszem Chicagónak volt a kormányzója, aki azt mondta, hogy nem kell még kimenni. Egy 15 perc múlva menjetek csak ki a helyszínre, de mondták, szétverik a környéket, szétverik a várost, vagy nem tudom azt a részt. És akkor azt mondta, nem baj, majd 15 perc múlva ráértek kimenni. De hát emberek fognak meghalni, nem baj, ráértek. Én nem mentem ezekre a helyekre, láttam. És amikor megvan mondva olyan embereknek, akik mondjuk most nem ledegradálni akarok embereket, de tényleg akik rá vannak szorulva, azon a 100-200 dollárra is elmennek tüntetni, és megvan nekik mondva, hogy nem fog kijönni a rendőrség, és tényleg csináljátok ezt, vagy csináljátok azt, akkor megcsinálják. Szétvertek Walmartokat, láttuk a videókat. Hát mikor előző nap raklapokkal odarakták a téglákat, az milyen volt? Hát az nagyon durva volt. És akkor innentől kezdve lehet azt, most már látjuk, hogy összeesküvés elméletek, azok igenis összefüggés elméletekké válnak. Jó, évekkel később jövünk rá. De rájövünk. Na most innentől kezdve akkor láthatjuk azt, hogy ez politikai célra van mind beállítva. És akármennyire is azért a média ezt próbálja azért, hogy mondjam, kavoringolni ezt a dolgot, most már egyre több, nem csak independent newsok mondják, hanem egyre többen jönnek rá erre. Most nem akarok belemenni itt a vírussal kapcsolatos dolgokba, de
ott is volt egy jó pár dolog, ami meg lehetett kérdőjelezni. És egyre több ilyen dolog van, és akkor láthatjuk azt, hogy ez mind-mind politikai célra van felhasználva. Most majd meglátjuk a választásnál, mi lesz, mert én még mindig úgy vagyok vele, hogy még mindig valami káosz lehet, hogy lesz a végén, de ezzel, hogy ennyi bevándorlót beengedtek, ezzel azért eléggé befolyásolható a választás. Hát, ha így nézem, jó, oké, én a baráti médiát olvasom, ugye például Fox News, vagy Newsmax, és azt mondják, hogy akár ilyen 14 millió bevándorló is bejöhetett illegálisan az elmúlt 4 évben az Egyesült Államokba. Hát volt egy felmérés, ahol hát egy ember tulajdonképpen bizonyos számokból mutatott rá arra, hogy mennyi bevándorló jöhetett be, és azt mondta, hogy körülbelül 30 millió bevándorló érkezett az Egyesült Államokba, amit ő be is tud bizonyítani. Na most kérdés, hogy tényleg annyi vagy nem annyi, tehát azért itt... Hát a felét veszük, az is nagyon durva. Hát 10 igen. millió is már nagyon durva, vagy 5 millió is rendkívül. És hát ugye a költségvetési kiesés, tehát nem fizetnek adót, nem fizetnek TB-t, illegálisan dolgoznak, elveszik ugye az amerikaiaktól, ráadásul az alsóbb osztályokból dolgozott a munkát, aki tényleg a Wendy's-nél dolgozik, Mackie-ben dolgozik itt ott. Persze a feketéktől leginkább, és most nem a feketékre akarok rosszat mondani, És ezektől az emberektől elveszik a munkát, mert alá ígérnek, és értelemszerűen akkor nem kell valakinek 10 dollárt fizetni, ha találnak valakit, aki 3 évre elvégzi ugyanazt a munkát. És nem fizetnek egy búznyákot sebe. Tehát így ez a költségvetési hiány, ami Donald Trump alatt ilyen azt hiszem 80 milliárd dollár volt, hát belegondolok most ez mennyi lehetett. Azért mondta, hogy egyszer kell felépíteni a falat, az 5 milliárd persze, dollárba persze, kerül. Persze, és azt utána azt se kapta meg. De Ukrajnára meg 130-at küldtünk el. Azért gondoljunk bele. Tehát őrült összegek, amik oda mentek, és nem az Egyesült Államoknak a jólétére, az igen. építésére és a biztonságosabb áttevésére. Na most még egy dolog, hogy itt az alsó, hogy mondta, az alsó osztály veszti el ugyebár a munkáját leginkább. De a mexikóiak, nem csúnyát mondtam, nem a mexikóiak, tehát akik bejönnek az Egyesült Államokba illegálisan, azok azért jönnek be, mert az ő országukban nem tudnak ennyit keresni. Viszont, hogy az Egyesült Államokban megéljenek úgy, ahogy szeretnének, ahhoz viszont nagyon keveset az keresnek. Biztos. Tehát mi történik? Tehát nem kell nagyon sokat gondolkodni, kiviszik a pénzt. Na most nem is akarnak papírokat, ők nem is akarnak legálisan dolgozni, mert akkor kell mindent fizetni. Persze. Tehát, hogyha ezt nézzük, és 15 millió ember van. Benn volt mondjuk 20 millió, az 35 millió. Egy elég nagy szám, akik nem fizetnek. És azért mondta Donald Trump, és hát nagyon figyelj, jó... az a lakosságnak közel 10%-a. Igen. És nagyon jól mondta Donald Trump annak idején, hogy el kell törölni az income tax-et, tehát ne legyen az, hogy fizetésed után fizetsz adót, hanem csak amit megvásárolnak az emberek azután. Mert akkor mindenki fizeti az adót. Az is fizeti, aki be van jelentve, az is fizeti, aki nem nincs bejelentve. Igen, az áfát magyarul. Igen, áruforgalmi adó, veszek magamnak egy pólót, és akkor azt leadózom. Igen, nagyon jó ötlet lett volna. Szóval. És akkor itt van az, hogy Kamala ugyebár hirdeti az, hogy ő fekete, és a feketék nem szeretik. Nem, tehát hát a fiatal, indiai nem is fekete, igen. Leginkább, igen, leginkább, ahol a legkevesebb, akik rászavaznának, az a fiatal fekete férfiak. Nem szeret, nem az, hogy nem szeret, gyűlölik. A nők még valamennyire esetleg szavaznának rá, de a feketék több része azt mondja, hogy nem. Tehát persze azt kell fenntartani, hogy a küzdelem az nagyon szoros, hogy az emberek elmenjenek szavazni. De hogyha legálisan lenne szavazás, és csak a legális, tehát azok az emberek szavaznának, akik igazából szavazhatnának, akkor Donald Trump megnyerné a választást tegnap is, ma is, meg holnap reggel is. Hát igen, megmondom, én itt viccelődtünk Taylor Swiftről, és valaki beszólt neki, hogy hát vigyázz, hogy mit mondasz, hogy kire szavazunk, mert a dalaid mindig arról szólnak, hogy a rossz embert választottam. Igen. És ez tényleg az összes dal ilyen igen. szomorú, és mindig the wrong guy, hát most akkor a wrong girl, vagy wrong woman. Kamala Harris-szel. Csak ez a probléma, hogy igen, a celebeket, legyen az Taylor Swift, vagy bárki, nagyon sok 10 millió fiatal követi. És azt hiszi, hogy most akkor úgy szavaz, ahogy az ő kedvenc celebe szeretni, akkor ezáltal ő sokkal közelebb kerül hozzá, hogy akkor ugyanabba a kis community-be van, és politikai meggyőződés, vagy politikai alaptudás nélkül, vagy a politikusnak, vagy a politikai pártnak a programja elolvasása nélkül, csak azért, mert most egy celeb azt mondja, akkor oda teszi le a voksát valamelyik színész, és hát ugye látjuk Robert De Niro például gyűlöli Trumpot, és tényleg olyan neomarxista
kiszólásai vannak, vagy amikor ugye mondtam, amikor megválasztották Trumpot, hogy fuck you, Mr. President, így ezt beélőbe a kamerákba. Hát azért az Isten szerelmére az Amerikai Egyesült Államok elnökéről beszél, vagy hogy lehet így megsérteni egy másik embert, csak mert más a politikai nézet. Persze. Tehát azért, ez nagyon durva. Azért nagyon fontos, hogy a fiatalok utána nézzenek a dolgoknak. És talán ez lehetne is egy ilyen befejező szó, nem tudom, hogy későbbre hagyjam, hogy tanuljunk más ország, meg más fiatalok kárából. Tehát ha nem nézünk utána a dolgoknak, akkor későbbiek folyamán már késő lesz sírni, és most egy sarkatos dolgot fogom mondani, Ukrajnában elvitték. Tehát Ukrajnában idézőjelben elpusztították a férfi lakosságnak a nagy százalékát, így a nagy van, részét. Így van. És mert azért, mert rossz helyre szavaztak, rossz helyre indult el az egész, megetették őket ezzel a Zelenszkij dologgal, és innentől kezd. Most már Ukrajnában az emberek nem mondják azt, hogy mi a demokráciáért harcolunk. Fel lettek áldozva. Tehát nagyon fontos, hogy a fiatalok ezt nézzék meg, mert amikor esetleg most mondom sarkalatos, hogy elviszi őket katonának, de bármi más lehet. Lehet, hogy holnap azt mondják, hogy figyelj, nem kell menni dolgozni, mert elköltött ez meg ez a gyár. Na innentől kezdve lehet vakarni az embernek a fejét, hogy akkor mit fog csinálni. Nagyon fontos, hogy utána nézzenek a fiatalok, mert ha nem néznek utána, rossz helyre szavaznak, azért, mert valaki jó pofa, jó képű, csak azért, mert most ez stylish, hibás. Igen, vagy ha nem szavaznak, én is úgy választás előtt szeretek fiatalokkal beszélni, és egyszer is a gymbe beszéltem egy fiatal aranyos lányal, és mondom, szavazni voltál? Nem, én nem megyek. És mondom, de hát az ékszerűen miért nem? Mert úgyse értek a politikához, majd más eldönti, de mondom, de hogyha olyan lesz a politika, ami neked nem jó, mert sokkal kevesebbet fogsz keresni, mert mondjuk az egyetem egy olyan irányba megy, vagy egyáltalán nem is jutsz be, és ezáltal az életed úgy érzed, hogy kisiklik, akkor mit fog csinálni? Hát akkor elmegyek innen, és mondom, elhagyod a hazádat, mondom, sokkal egyszerűbb szavazni, belásni magad egy picit a politikába, csak egy pár héttel a választások előtt is, olvasd el a programokat, gondold át neked, mi lenne a jó, mert az, hogy elmegyek, hát és hova, Londonba tized magaddal lakni egy lakásba, vagy árut pakolni valahol Amsterdamba. És ezek tehát, még a jobbik dolgok, amit most mondtál. Tehát, hogyha valaki elmegy külföldre, és mondjuk valami szerette esetleg beteg Magyarországon is vissza kell rohanni, ne adja úristen, esetleg haláleset van, és nem tud ott le. Tehát az embernek ezt át kell gondolni. Át kell gondolni, nagyon igen. Tehát a politika ez nem csak arról szól, tehát egy eklatáns példája, öreg sztori, többször elmondtam, de talán te még nem hallottad, bízom benne, meg talán egy pár néző sem. Ültem a fodrászdában, Budán egy egyszerűen old school kis fodrászat, ahol igazából nullás gép és szépé tesznek a lehetőségekhez képest. Két fodrásznéni beszélgetett, egy pár választás előtt volt mégis, akkor kérdezte egyik, hogy mondd, Etelkat, kire fogsz szavazni? Mondja, egy Gyurcsány Ferencre. Másik úgy nézett, és miért? Hát mert mindig olyan jó a frizurája, olyan szépen be van lőve, olyan elegánsak az öltönye, a nyakkendője, egy igazi úriember, mint a skatujából húzták volna ki. Másik elgondolkodott, hogy tényleg olyan jó képű férfi, hát én is rá fogok szavazni. És úgy ültem ott, mondom, hát borotválás ma már nem kérek, tudod, hogy felismernek, igen, hogy fideszes vagyok, de úgy mondom, Atyaisten ezáltal döntenek, és nem az, hogy na nézzük meg, mit ígér, mit teljesített, mi volt az elmúlt 4 évben. Tehát hát ez a gond. Most nem kell nagyon visszamenni az időbe, mindenki emlékszik rá. Tehát itt volt a felvágottas Peti, meg itt volt a hangos Peti, és azok is előadták magukat. És igen, én annyi embertől hallottam, és kaptam az e-maileket, hogy ez így, meg úgy, meg amúgy, és ez annyi nagyon... Sehol nincsenek. Eltűnt a parizerével együtt. Igen. Hogyha neked jót akar, akkor nem azért akar jót, mert ő pozícióban van, hanem azért akar jót, mert neki ez egy... Ez az elhivatottsága. Igen. És akkor most is jót akar, amikor nincs pozíció. Sehol nincsenek. Sehol nincsenek. Igen. De annyira nincsenek sehol, hogy ilyenkor sem a TikTokon nem csinálnak live-ot. Tehát itt van mondjuk a Torockai, ő csinál még azért videókat, de Torockain kívül senki más. És a Torockai tényleg abba az irányba megy, hogy figyelj, csinálunk jó dolgokat. Jó, persze ellenzéki politikus, sok minden máshogy gondolkodik, de ott van egy olyan akarat, hogy elindulok és csinál. A többiek miért nem csinálnak YouTube csatornát? Semmi. A többiek miért nem csinál? Tehát lehet látni, vannak a reklámpolitikusok, és itt van egy különben ez a új Peti. Mi nem tudom, ezek a Péterekkel meg vagyunk áldva. Igen, valahogy Tisza Peti, ahogy most így véletlenül becézni kezdtük a Magyar TV-ben. Mindent hisznek neki, de nem néznek utána a dolgoknak. Nem, és nézd meg, érdemes különben, hogy 90%-ban nők követik, annak ellenére, hogy viselkedett ugye Magyar Judittal, aki szerintem az egyik legszeretnivalóbb magyar politikus nő volt valaha is, akkor hogy viselkedett most ugye a Fogelevenénnel? Hát kíváncsi leszek erre a 11 órás hanganyagra, amit Evelin állítólag átadott, és
és imádják, és Peti, randizni akarok veled, Peti, te vagy a legjobb pasi, tehát úgy mennek ezek a beszólások, és közben gőzük sincs arról, hogy mekkora károkat okozna az országnak, hogy kb. Egy diktátor lenne, hogyha valahogy átvenni a hatalmat. Tehát a jó Isten mentse meg attól Magyarországot. Itt azt kéne igazából megnézni, mert mindenkinek van magánélete, és hogyha mondjuk választunk, akkor Magyarország miniszterelnökét választjuk, nem pedig barátot választunk. Így tehát van. Itt azt kéne megnézni, hogy milyen tervei vannak. Mi az, amivel tehát álljon elő valamivel, és mondja meg, hogy mi a megoldás. De vezesse le, hogy figyelj, ez a kormány, vagy az a kormány azért nem csinálja jól, mert, és megmutatja, hogy ott egy kicsit van egy kis gond. De neki van egy sokkal jobb ötlete, és ez így, és így, és így, és azért fog működni, mert mondjuk ebbe az országban is azt tett, tehát van már mögötte valami, de ilyen nincs. Tehát az, hogy most itt a cipőkbe, meg itt a gumibakancsokba reklámozzuk magunkat, ezekkel a fiatalokat meg lehet... 100 000 forintos gumicsizmába, igen. Ezekkel meg lehet, mert a fiatalok ehhez, tehát a social media az eleve torzítja a fiatalokat. Tehát ezt látjuk, hogy egy baromi nagy hazugság. Mindenki a jót teszi ki, mindenki abba az irányba akar elmenni, amennyiben mondjuk a barátnője kim van külföldön. Az, hogy mit csinál, azt nem tudjuk. Lehet, hogy takarít, lehet más csinál, lehet, hogy csak 5 percig van kim mondjuk a beachen, de azt teszi ki a Facebookra, és innentől kezdve ő a beachen van nap 24 órájából. Szóval, ha ki tud-e valamivel állni, és el tudja azt magyarázni, hogy ez miért lenne jó. És itt, na most mondom, nem dicsérni akarom Orbán Viktort, de itt van megint az, hogy ha jóba vagyunk a politikusokkal, akkor nem csak azt tudunk rájuk számítani, hanem tudunk bizniszt csinálni velük. Nem kell haverságba lenni, nem kell, jóba kell lenni. Nem összeveszni kell velem, mert valaki kék pólót hord, vagy zöldet. Mondja azt Magyar Péter, hogy figyelj ide, Orbán Viktor, üljünk lebeszélgetni, és oldjuk meg ezt az ügyet, mert nekem lehet, hogy van egy jobb ötletem. Álljon oda. De nincs ilyen. Nincs. Itt egymásra mutogat, tehát itt a köpködés csak megy. Csak azt mondja, hogy lebontom a Fideszt. Ez az egyetlen, és utána mi lesz? Föl kell a nap, oké, Péter, miniszterelnök lettél, és utána, na mihez kezdesz? Van még egy Szijjártó Pétered? Van még egy Matolcsid? Persze. Van még egy nem tudom melyik politikus? Tehát igazából zseniális arcokból áll itt a kormány, hogyha megnézed, fiatal, energikus, intelligens politikusokból, nem tudna ilyet előszedni. Ami nekem tetszik különben a Fidesz kormány, és mondom, én nem istenit akarom, hogy időben ismerik fel a problémát, és lépnek is. Tehát nagyon sok országban felismerik esetleg a problémát, de nem lépnek. Most Donald Trumpra akarunk szavazni, meg Donald Trumpot mondjuk, hogy ő lesz jó, de Donald Trump is hibát követett el sokszor, hiszen felismerte a problémát, de nem tudott lépni egyből. Most lehet, hogy meg volt fogva a keze, nagyobb ország, mások, nem tudjuk, mi van mögötte. De itt azért nézzük meg a bevándorlás 2015, vagy éppenséggel most itt volt az árvíz, és mondták, ilyen baj lesz, olyan baj lesz, és lement a Duna, és nézd meg, mit dolgoztak tényleg Rétvári Bencétől kezdve, Kocsis Máték, Orbán Viktorig, mindenki járta a gátakat, Cunyi Néber, Talan Judit, ugye mindenki, aki országgyűlési képviselő, az tényleg ott a saját megyébe folyamatosan gát ellenőrzésen voltak. Tehát mondták, hogy összeomlik az OTP, kaptam az e-maileket. Hát az OTP bankautomaták vannak Montenegróban. Igen, tehát hogy jól össze, igen szóval... vagy Szlovákiában, Romániában, mindenütt, tehát most tehát annyi hülyeséget mondanak itt, hogy valami brutális. Tehát Én nem tudom, mondom, az embereknek gondolkodni kellene egy kicsit, és tényleg belásni magukat egy picikét a politikába, hogy mi az ígéret. Mert az, hogy valamit lebontunk, valamit tönkreteszünk, ez olyan, mint a Momentum, ugye a No Olimpiával, és akkor tönkretesszük az olimpiámat, és utána mi és van? És büszkék után... is vagyunk rá. És büszkék is vagyunk, utána vigyük ki a fiatalokat tüntetni, törjük szét a szánkókat a parlament előtt, amit szerény körülmények között élő gyerekeknek szántak, gyújtsuk fel az ország karácsonyfáját, dobjunk füstgránátot a rendőrökre. Ez a politika, hát az ékszerelem, a politika. Persze. Az, amit a Fidesz csinál, nem pedig amit ezek a szerencsétlenek itt a különböző pártokból, vagy itt a bohócok, akik ott pörögtek a földön az M1 stúdiójába, illetve ott még a stúdióba szerencsére nem jutottak be, ott az előterébe, ott breakdance-eltek, ugye, Varjú meg társai, hát az Isten szerelmére ez nem politika, ez kabarénak is rossz, ez szánalom.hu, de nem politika. A politika az, amit a Fidesz csinál most. Jó, minden pártban vannak problémák, vannak problémásabb arcok, vagy kevésbé szimpatikusak, de nincs jobb, van, nincs. Kettő dolgot szeretnék még elmondani, bocsánat, hogy belevágtam szabadba. Az egyik az az, hogy voltak ezek a, megmentjük a világot, mert most túl sok karbont bocsájtunk ki, és a reptéren bebetonozták a kezüket, ugye nem tudom, láttad-e? Na most lehet kapni egy olyan cementet, ami gyorsan kötő cement, csak vizet kell hozzátenni, és nagyon-nagyon keményen megköt. És volt egy ilyen aktivista, aki a saját kezét hozzátette a reptéren egy ilyen kinyúló vashoz,
és hát nem tudott elmenni, mert bebetonozta magát. Majd jöttek a tűzoltók, aztán hát levágták, hogy kiszabaduljon a kezét. Le kellett végül vágni a kezét? Mert aztán nem hallottam, mert volt arról is szó, hogy esetleg amputálni kell. De a beton az rajta maradt a kezén, ugyebár jó nagy adag beton rajta maradt a kezén, és akkor mondta, hogy akkor ezt is vegyék le róla. És mondta a tűzoltók, ez már nem a mi feladatunk, nekünk az a lényeg, hogy itt le tudjanak szállni a repülők, és bement a kórházba, és mondták neki, hogy 1400 euróért tudják megcsinálni. És mondta, hogy hát de hát ő neki ez jár. Mondták, hogy ez nem jár neked, úgyhogy 1400 eurót kellett kifizetnie. Ez volt az egyik. A másik fele pedig az, hogy most nem mondok neveket, de itt rádióműsorokban, tévéműsorokban is évekkel ezelőtt mindenki mondta, hogy milyen rossz irányba halad Magyarország. Nagyon rossz, nem jó, nem fogjuk végigélni a koronavírust, nem fogjuk végigélni ezt a világválságot, nem fogjuk, tönkre fog menni ezt. Na most ezek az emberek, meg kell nézni ezeknek a műsorvezetőket, hogy miket mondtak évekkel ezelőtt. És látjuk azt, hogy most már megváltoztak, de előadók is vannak különben. Persze. Akik mondták, hogy azonnal oltasd be magad, vagy azonnal csináld ezt, vagy azonnal csináld azt, és az emberek nem biztos, hogy egyet értettek vele. Na most megváltozott a gondolkodásmódjuk mai nap, és most már gondolkodnak, hogy akik azt mondták Donald Trumpról 4 évvel ezelőtt, hogy jaj, hát az egy palimadár, ó, hát az ilyen, meg egy vicc, meg hülyeségeket csinál. Azok az emberek most azt mondják, hogy te Donald Trump alatt azért mégse lett világháború, Donald Trump alatt nem volt káosz a Közel-Keleten. Nem volt ilyen bűnözés az Egyesült Államokban. Igen, és most már ezek a, de Magyarországon is ezek a rádió műsorvezetők most már látják azt, hogy 4 évvel ezelőtt butaságot mondtak. Azért, mert nem néztek utána, de most már akik követik őket és hallgatják a rádiót, most már azokat az embereket is érdekli a politika. Most már azok az emberek, hát ezen az utcán megszólítanak rendszeresen, és mondják, hogy fú, hát te évek ezelőtt ezt meg ezt mondtad. Hát mondom, igen, nem hallgattatok rám, de mondom, a műsorvezetőre hallgattatok, és most már jót mond a műsorvezető is, most már tudjátok, melyik irányba kell menni, de mondom, itt a YouTube-on is nagyon sok adás, ami most lett az elmúlt 2-3 évben, és nagyon jó dolgokat mondnak, nagyon jól össze van szedve. Én ennek nagyon örülök, hogy Magyarországon az embereknek ennyire kinyitják a szemüket. És nem dőlnek be a hangulatkeltésnek. Persze, nagyon fontos dolog. Legyen ez a végszó, ne dőljünk be a hangulatkeltésnek, nem tudom, meddig van Magyarországon. Hát még egy pár napig. Akkor szerintem még akár... másodikáig, harmadikáig, de hát még egyet tudunk csinálni. Akár még egyet csinálhatunk is, mert nézd meg, majdnem 45 percet beszéltünk, azért ez durván jó, és még meg se dicsérte, hogy milyen remek bögréd van, úgyhogy... Igen, egy Donald Trumpos bögrét kaptam, és nagyon szeretem. Föl is teszem Instára, és azt fogják hinni, hogy az enyém, és mondják, á, a Spötlének erre is telik, úgyhogy egész nap kávézik, úgyse csinál mást. Drága Dani, nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Szerintem ez egy nagyon jó sikerült műsor, mert nagyon jó körbejártuk igazából mind az amerikai, mind a világpolitikát, beleértve Magyarországot is, Magyar Péter, tehát teljes képet kapott, aki megnézte a kis műsorunkat, nem is olyan kicsit. És akkor figyelj, próbálkozzunk hétfőn vagy kedden, mindjárt meg is beszéljük adás után, mert szerintem ezt érdemes itt folytatni. Addig is nagyon-nagyon szép hétvégét kívánok minden kedves nézőknek, hallgatónknak, kollégáknak a technikai részregről, akik nélkül nem lenne itt ugye, ez a kis műsor a Greenboxba, és hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm, hogy itt lettem. Szeretek idejönni. Köszönöm szépen, sziasztok! Na.